Miért kellene biciklik a versenypályára? Hát, hogy valamivel tudjunk közlekedni. Kamionnal mégiscsak nehéz lenne elmenni a mosdóig. Hello! Hi! Ez egy óriási találmány egyébként. Kicsit olyan, mint a postás bicikli. Ha megemelik súlyra, akkor legalább háromszor olyan nehéz, mint maga a postás bicikli. De az egyik fontos eleme itt van. Ez az akkumulátor. Itt a kerék agyba van beépítve maga a motor, amelyik arra alkalmas, hogy körülbelül egy olyan 2-3 másodpercig tud magától menni a bicikli addig, amíg nem hajtjuk meg egy picit újra. Nagyon gyorsan megy, és az ember, aki rajta ül, az nagyon-nagyon lassan tekeri. Innen lehet megismerni a hibrid biciklit. Gyanítom, hogy Budapesten ez még azért nem fog elterjedni, vagy akár vidéken. Nem annyira drágák ezek a biciklik, azt gondolom, hogy ilyen 1500 euróért már meg is lehet kapni azt a 2 másodperces szabad hajtást, amit az ember pihenésképpen eltölthet rajta. Akkor figyeljék a kereket, most ugye azonos sebességgel forog, és nézzék milyen lassan, és most elkapta, és már megy magától, most már magától, és most állt ki belőle. Ez azt jelenti, hogy most is erőhatást gyakorol ez a kis villanymotor a hátsó kerékre.